teremtve van-e a világ, vagy örök idők óta áll, s fog-e örökké állani, vagy egykora semmiségbe száll, megírta évmilliók előtt a sors, mi fog történni majd, vagy a történet gája, mit a véletlen fuvalma hajt, egye a lélek és a test, honnan jövénk, hová megyünk, elalszik-e a sírba, vagy új lángra lobban életünk? Ez is Petőfi, és amit ma este hallunk, az is. Világosságot Sötét a bánya, de égnek benne mécsek. Sötét az éj, de égnek benne csillagok. Sötét az ember kebele, s nincs benne mécs, nincs benne csillag, csak egy kis hambadó sugár sincs. Nyomorú ész, ki fénynek hirdeted magad, vezes, ha fény vagy, vezes csak egy lépésnyire, nem kérlek én, hogy átvilágítsa más világnak fátyolán a szemfedőn, nem kérdem én, hogy mi leszek, csak azt mondd meg, hogy mi vagyok, s miért vagyok. Magáért születik az ember? Mert már magában egy világ? Vagy ő csak egy gyűrűje az óriási láncnak, melynek neve emberiség? Éljünk-e önnön örömünknek, vagy sírjunk a síró világgal? Hány volt ki más szívéből, ki szítta a vért saját javára, és nem lett büntetése? s hány volt ki más javáért a vért kiontás saját szívéből, s nem lett jutalma. De mindegy, aki áldozatnak odadja életét, ezt nem díjért teszi, de hogy használjon társinak, s használ-e vagy sem. A kérdések kérdése ez, és nem a lenni vagy nem lenni, használ-e a világnak, ki érte föláldozá magát. eljö -e a kor, melyet gátolnak a rosszak, s amelyre a jók törekednek az általános boldogság kora? S tulajdonképpen mi a boldogság? Hisz minden ember ezt másban leli, vagy senki sem találta még meg. Talán amit mi boldogságnak nevezünk a millióm érdek, ez mind egyes sugára csak egy új napnak, mely még a láthatáron túl van, de egykor feljövend. Bár volna így, bár volna célja a világnak, bár emelkednék a világ folyvást, folyvást egy cél felé, amíg elébb-utóbb elérné. De hát, ha úgy vagyunk, mint a fa, mely virágzik és elvirít, mint a hullám, mely dagad, aztán lesimul, mint a kő, melyet fölhajítnak, aztán lehull, mint a vándor, ki hegyre mászik, s ha a tetőt elérte, ismét leballag, s ez így tart mindörökké, föl és alá, föl és alá. Írtóztató. Irtóztató. Kit még meg nem szállott te gondolat? Nem fázott a soha. Nem tudja még, mi a hideg. E gondolathoz képest meleg napsúgára kígyó, mely keblünkön jégcsap gyanánt vérfagylalón végig csúszik, aztán nyakunkra tekerőzik, storkunkba folytja a lélegzetet. Pest 1847. március. Számomra a legnagyobb Petőfi vers, nem csak gondolatisága, mélységes és rendszerezve felépített gondolatisága miatt, hanem költői eszközeit tekintve is. Például hármas hasonlattal indul, aztán amikor nekirugaszkodik a befejezésnek, megemeli a tétet, négyszeres hasonlat jön, aztán ez a nyitott befejezés, hogy meleg napsugárhoz hasonlítja a kígyót, mely keblünkön, jégcsap gyalánt végig tekerőzik, és torkunkra folytja a lélegzetet, egy döbbenetes kép, de nézzük a hasonlatot. E gondolathoz képest, hogy nincs a világnak célja, nincs emelkedése, nincs egy világos célja a világnak, csak egy örök visszatérés, a történelmet csak kétféle kép lehet nézni: vagy úgy, ahogy a Biblia tekintő, hogy elindultunk a paradicsomtól, és a Golgotán keresztül elérkezünk az örök életbe, vagy úgy, ahogy a keleti vallások mondják, hogy örök visszatérés, hogy se aki. Petőfi rajongó volt, megalkotja a 19. század második felében az örök visszatérés tanát. Nyilván a keleti bölcsességek, filozófiák, vallások, és hát Schopenhauer hatására, hogy nem más, mint egy nagy körforgás a személyes életünk is, és a történelmi létezés is. Nos hát Petőfi azt mondja, hogy az ember sötétebb, mint a bánya mély, és mint a sötét éjszaka. Nem mondja ki miért. Nyilván az önzés miatt, hogy mestere Vörös Marti mondja, emberó ember, ó, ember önség áldozatja, hogy majd ő is megírja az ember, ugye Vörös Marti az emberek című nagy versét, hogy az emberfaj sárkány fog vetemény, nincsen remény, nincsen remény, ő megpetőfi, hogy nincs nevetségesebb az embernél, oly büszkeségben, olyan gőkben él, és ebben az elsötétült emberben az és sem gyújt világosságot, mert nyomorú észki fénynek hirdeted magad, vezes, ha fény vagy, vezet csak egy lépésnyire, és nem érdekel engem a középkori metafizika gyártása más világnak fátyol a szemfedő, engem nem az érdekel, hogy majd mi lesz a halál után, engem az érdekel, hogy mi van a halál előtt, mi van itt az életben, hogy mi vagyok, s miért vagyok? Még Mesterét Vörösmartit is túlszárnyalja ezekkel a nagyon egyszerű, de nagyon megrázó kérdéseivel. Hogy magáért születik az ember, mert már magában egy világ, vagy ő csak gyűrűje az óriási láncnak, mely neve emberiség, vagy éljünk-e önön örömünknek és sírjunk a síró világban. Egyszerűen óriási kérdések, pergőtüzébe kerülünk, és a legnagyobb kérdést is meri föltenni, és meg is állni nála is tulajdonképp mi a boldogság, hiszen Petőfi egész költészetének csúcs fogalma a boldogság, és majd az apostolban mondja ki, hogy és ami ahhoz vezet, az a szabadság, boldogság, szabadság, szabadság, szerelem, és az áldozat, hogy használta a világnak, ki érte föláldozzá magát. Krisztus áldozata használte, a mártirok áldozata használte, és én is, aki készülök arra, hogy ott tessem el én a harc mezején, csak néhány hónapja írtam még 1846. decemberében, alig több, mint négy hónapja, használ-e a világnak, hogy emberek föláldozzák magukat érte? Óriási Petőfi vers. A legnagyobb Shakespeare művek egyike a Hamlet ihlette, és még egy oldalvágást tesz a Hamlet monológnak, mert nem a lenni vagy a nem lenni a nagy kérdés, hanem használni vagy nem használni. Mint hogy az őrült című hatalmas versét a Lír király ihlette, ezt Hamlet ihlette Shakespeare, aki csak nem fele a teremtésnek olvassák kérem sokat ezt a Petőfi verset, szégyen szemre mondom, én, csak, én is csak negyvenes éveimben fedeztem fel.